Ördög Attila vagyok, de kis kültős kalácsal a kezemben. Én 30 éve itt élek Angliában, de Sepsiszentgyörgyön születtem. 12 éves koromban jöttem ide, Manchesterbe, ide jártam egyetemre. Már nagyon-nagyon rég rendező vagyok, minden kultúrával itt Manchesterben már dolgoztam, fesztiválokat rendezek már több mint, hát már 20 éve, ifjúsági, kulturális munkával foglalkozom. De sokáig kérdezték, észrevettem, hogy nem nagyon ismerték az én kultúrámat, nagyon keveset tudtak a magyar kultúráról, és Erdélyről is nagyon-nagyon keveset tudtak, olyasmi rajzfilmeket inkább, vagy filmeket ismertek csak, és ezért fontosnak találtam, hogy rendezünk egy olyan fesztivált, amely bemutatja a hús kultúránkat Manchesternek és Angliának. És ez már harmadik éve, hogy ez megtörténik, és minden évben jobb és jobb a fesztivál, több és több ember jön, még hogyha az idő nem is olyan jó, majd kicsit hideg van, de azért rengetegen eljöttek, és jól érezték magukat, kóstolták a finom székely magyar kajákat, és pálinkáztak, meg söröztek, meg táncoltak. A műsor nagyon-nagyon dús volt és gazdag, és mindenféle műfajt bemutattunk, operettől, operától elkezdve, népzenéig, és persze este felé egy kis buli is szokott lenni. Sok a finomság, itt vannak a székely termékek, árusítunk mézeket, bemutatjuk, hogy a mi mézünk pont olyan finom, mint a új-zélandi, hogyha nem finomabb. A partaméz is van, fenyőalja egyesület, mindenféle dzsemet árusít, akkor itt van a székely falat is, akkor hoztak finom, igazi házi kenyeret Székelyföldről, és csikisört árusítunk, amit nagyon szeretnek a manchesteriek, és székelycsárda, nagyon finom micset, kolbász, húsokat hoztak. Kézművesek jöttek Londonból is, meg Anglia minden részéről, többféle kézműves kultúrát bemutatnak itt Manchesterben. Az itteni tánccsoportok is részt vesznek az eseményen minden évben. A tititá minden évben nagyobb és nagyobb, ügyesebb és ügyesebb lesz. Fesztivál szervezésben segítenek az itteni kulturális vezetők, akik iskolákat vezetnek, és a kultúránkat próbálják továbbadni a külföldön élő magyar gyermekeknek. Itt van a Chesteri Szólószőlő iskola, itt van a Manchesteri Zsigmond Király iskola, ők is műhelyeket tartanak az aktivitássátorban. Együttműködünk a londoni New Generation centrummal, az új nemzedék centrummal is. Volt ringató műhely, és szeretünk együttműködni több kulturális vezetővel.